Ambrosz, mennyire értéged váratlanul az a telefonhívás, ami gondolom, hogy egy telefonhívás képében jelentkezett, amikor is Győrből kerestek, hogy hát mégsem nyáron kéne jönni, hanem inkább most azonnal. Igen, természetesen váratlan volt. Senki, én magam sem számítottam arra. Elsődlegesen nem számítottam az ilyen fájdalmas és súlyos vereségre a Ferencváros ellen, és valamilyen módon ez váltotta ki azt, hogy én most itt legyek. Nekem jobban tetszett volna, ahogy ezt korábban is kifejeztem, hogyha más körülmények között térek vissza, de amikor ezt a hívást megkaptam, az egyetlen alternatíva, egyetlen lehetőségem az volt, hogy segítsek a csapatnak, méghozzá nem nyártól kezdődően, hanem picivel korábban. És mivel a vereség következtében nehéz helyzetbe került a csapat, és Gábor, akit én nagyon tisztelek, már nem képezi a csapat részét, ezáltal azt jelenti, hogy jönnem kell, és segítenem kell a lányoknak, ami meglehetősen nagy motivációt jelentett számomra, tehát természetesen igent mondtam. Teljesen magától értetődő volt? Tehát nem is hezitáltál, hogy igen vagy nem? Nem volt egy automatikus döntés, természetesen mindent át kellett gondolni először is. Minden értelemben jól kellett végezni dolgokat az Egyesület részéről, és az én szempontomból is az Egyesületnek mindenképpen le kellett zárnia mindent, méghozzá jól Gáborral, a játékosokkal egyaránt. Tehát minden lapot tisztázzunk annak érdekében, hogy én jöhessek. Az egyetlen kellemetlenség az én családom volt, de ők nagyon gyorsan megértették, hogy nekem itt kell lennem. Úgyhogy 3-4 héten keresztül meglehetősen magukra hagytam őket, de az ok, az indok több, mint elegendő volt, és igen, csak jelentős indok volt. Úgyhogy remélhetőleg a visszatérésemmel azt jelenti, hogy mindannyian együtt ünnepelhetünk majd nyáron, és ünnepelhetjük azt, hogy korábban kellett visszajönnöm, hát ha ezzel valóban egy fontos sikerhez tudom hozzásegíteni a csapatot. Most tudjuk, hogy az edzői sors az ilyen. Előfordulnak váratlan edzőváltások is. Azért ez a ti esetetekben mégis elég pikáns, hiszen ugye hosszú éveket dolgoztatok együtt, Gáborral közös sikereket is értetek el. Beszéltél vele azóta, vagy mielőtt jöttél? Hogy zajlott a kommunikáció kettőtök között? Ha zajlott egyáltalán? Gáborral mindig remek kapcsolatot ápoltunk és ápolunk. Mindig, amikor együtt dolgoztunk, akkor is egy csodálatosan hasznos munkát végzett a csapaton belül, illetve amikor ő vált vezetőedzővé, úgy gondolom, hogy nagyon jól megbírkozott mindaz a nehézséggel, amit egy ilyen típusú csapat edzése vezetése jelent, és egy héttel azelőtt is beszéltünk, hogy őt elbocsátották volna, beszéltünk minden féléről, a dolgokról általában, az ő munkájáról, a válogatottról. Ezt követően nem tudtunk eszmét cserélni, de remélhetőleg majd az idő múltával továbbra is le tudunk beszélgetni, és ugyanúgy baráti körülmények között tudunk beszélni, ahogy eddig is ez mindig megtörtént. Tisztázni szeretném mindenképpen, hogy a Magyar Kupa győzelem, ez a diadal, és mindaz, amit elértünk, akár a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában, mindez mindenki érdeme, kivéve az enyém. Főleg a játékosoké, hiszen igen, csak jól ismerem ezeket a játékosokat, bár régóta nem edzettem őket. Tehát ezek a sikerek azoknak az embereknek az érdeme, akik a csapatot irányították azon évek során, amikor én távol voltam. Tehát nem hinném, hogy én lennék egy pozitív váltásnak a kiváltója. Azért jöttem, hogy segítsek, és azért jöttem, hogy a csapaton segítsek.
és hogy tovább folytassam azt a munkát, amit korábban is elvégeztem.